polgármester legutóbb meglepődve tapasztalta, hogy eljött a Magy Imre kórházba, rossz nyelvek szerint már régen jártott, ez igaz lehet? A szememes napra gondolok. Hát van benne igazság, tehát néhány évet biztos kihagytam, de azt gondolom, hogy mindig volt valami más dolgom, ami miatt nem tudtam részt venni a szememes napi ünnepségen, tehát ez nem egy ilyen céltudatos tevékenység volt, így alakult. Mindenhol nem tudok sajnos elmenni. Értem. De ha jobban belegondolunk a dolgokba, lehet, hogy normalizálódik a kórház és az önkormányzat helyzet. Pontosabban egy oldalra kerül egyre inkább a két intézmény. Gondolok itt arra, hogy az Ajkai Kórháznak elég sok külső tényezővel kell most megküzdenie ahhoz, hogy tovább folytathassa a munkáját. Legalábbis én így látom. Tehát az, hogy a kórház állami irányítás alatt van, az ugye sok mindent megmagyaráz. Tehát olyan nem tud lenni, mintha önkormányzati intézmény lenne. Ez sajnos így a felállásból adódik. Tehát mások ott a követelmények az ország egészség politikájával kapcsolatban, és mások lennének, ha önkormányzati lenne. Tehát ez teljesen így egymásra nem tud feltakarni ebből a helyzetből adódóan. De van egy szükségszerű együttműködés, aminek hát mi is a hívei vagyunk, és én is azt szeretném, ha az Ajkai Kórház az fejlődne, és jó hírneve legyen, minél több beteget gyógyítsanak meg, és betöltse azt a szerepet, amit egy ilyen városban neki be kellene töltenie. Most ez a rendezvényen a Szemmelweis napon részt vett Takács Péter, egészségügyi és felelős államtitkár is, és eléggé optimisztikusan nyilatkozott a kórház jövőjéről. Nincs ebben semmi apró betűs rész ön szerint, vagy tényleg fejleszteni fogják az Ajkai Kórházat? Hogyan látja? Hát úgy látom, hogy azért van ennek egy biztosítéka, az pedig az országgyűlési képviselő dr. Navracsics Tibor, ugye miniszter úr. Tehát az ő személye meghatározza ezt a lehetőséget. Ugye korábban is voltak nekünk országgyűlési képviselőink, de hát közel sem tudtak olyan helyzetet előidézni, mint amit Navracsics úr már most megtett, hiszen helyzetbe hozta az Ajkai Kórházat, meg több más dolgot is, de most a kórházról lévén szó, szerintem ez inkább elsősorban neki köszönhető, mint valaki másnak. Most van ebben olyan is persze, amiben ő sem tud segíteni, bár dicsérte az önnel való kapcsolatát, de hát például az iparüzési adó kilátások legalábbis az idén nem túl kedvezőek, bár jövőre mint enyhülés jönne. Hát azért ez relatív ez a dolog, mert ugye most a jövő évre visszaadják azt az elvett 1%-ot, amit most már második éve gyakorolnak rajtunk, azt visszaadják, ez körülbelül Ajkának 300 millió forintjába került, 350-be. Attól függ, hogy hányan teljesítették önként a beadást. Viszont ugye kizártak bennünket, mármint az önkormányzatokat a rezsicsökkentésnek a garanciái alól, tehát ránk is ugyanolyan piaci viszonyok vonatkoznak, mint más gazdálkodó szervezetekre. Hát ez viszont ez milliárdos nagyságrendű. Különösen ha a távfűtést is figyelembe veszünk. Ha a távfűtést nem veszük figyelembe, vagy arra nem terjed ki, akkor valamivel kisebb lesz, de azért ez milliárdos nagyságrendet képvisel. Úgyhogy hát most ezt egyszerűen el lehet végezni. Kaptunk 300 milliós lehetőséget, meg kaptunk a nyakunkba egy közel 1 milliárdos terhet. Akkor nagyon negatív a szaldó. Ehhez képest valamilyen támogatásra számíthatnak az önkormányzatok, vagy csak a helyi bevételekre. Vagy föloldanak olyan rendelkezéseket, mondjuk például, hogy a helyi fenntartási költségekben áremeléseket hajthatnak végre. Na most ez valószínűleg ez menni fog, tehát erre vonatkozólag legalábbis egy részére már történt intézkedés. Például a díjakat, azokat lehet emelni. Tehát például lakbéreket, parkolási díjat, közterületi díjakat, egyéb díjakat, étkezési díjakat lehet emelni. Viszont az adók mértékére vonatkozóan még nem történt intézkedés. Ugye hát az a legnagyobb tétel, hiszen azt befagyasztották a 2020-as december 31-i szinten. Tehát azt nem haladhatja meg egyik önkormányzatnál sem a kivetett adónak a
a szintje, nem a mértéke, a szintje. Tehát erre vonatkozóan még nem történt intézkedés. Ha ezt feloldják, akkor valami lehetőség azért lesz a kezünkben. Navracsics Tiborral készített interjúban megkérdeztem, hogy az önkormányzatok számíthatnak-e a fejlesztési bevételekre, pályázati pénzekre, uniós forrásokra. Ő ezzel kapcsolatban eléggé optimistán nyilatkozott. Szerinte szeptemberben aláírjuk, vagy aláírja Magyarország meg az Európai Bizottsága ehhez szükséges megállapodásokat, tehát a újjáépítési és egyéb eurós forrásokról szóló megállapodásokat. Ön szerint a tervezés ettől zökkenőmentesebb lesz az ilyen kijelentésektől, vagy azért óvatosan járnak el a pályázati bevételek prognosztizálásakor? Tehát Navracsics úr valóban optimistán nyilatkozott ebben a kérdésben, és én is beszéltem vele erről, és hát ő arra alapozza ezt a kijelentést, hogy több mint 8 biztossal már beszélt ezekről a lehetőségekről, hogy Magyarországnak mit kell tenni, hogy lehetővé váljanak a források lehívása. Tehát a tervezés az folyik egyébként, tehát például a TOP-ra vonatkozóan, ugye ez egy része a pályázati rendszernek, ugye a település operatív programokra vonatkozik ez a TOP, azoknak az előkészítése az folyik. Egy jó részét már mi is benyújtottuk, és be fogjuk nyújtani azokat is, amiket még kiírnak. Egy másik része az előkészítés alatt van, hogy a strukturális alapból folyósított egyéb lehetőségek azok előkészítés alatt vannak, de ott is folyik az előkészítés, tehát ilyen értelemben úgy nem akadt meg a munka, és mi is arra gondolunk, hogy hát azért ezt a forrásmennyiséget jó lenne Magyarországnak elérni, mert ha ezt nem érjük el, akkor azt mi is nagyon meg fogjuk érezni. Tehát nem csak általában az ország, hanem az ajkai ember is meg fogja érezni, mert akkor olyan források kaphatnak el, amire most joggal számíthatunk. Szükség volt-e már esetleg valamilyen újra tervezésre, hiszen ajkán meglehetősen nagy projektek vannak fönnben, ilyen a Városligeti tó környékének felújítása, illetve például a Tornapatak medrének a felújítása. Itt milyen ütemezéssel számolnak? Hát az újratervezés az állandóan napi renden van. Van például egy olyan projektünk, amit már negyedszer tervezünk át. Ez például a Fekete Vörösmarty általános iskolának a Fekete iskola tagintézménye. Ott már ugye 17-ben benyújtottuk az első pályázatot, és aztán ugye kiírtuk a közbeszerzést, és a közbeszerzési értékek hát kétszeresét mutatták annak, mint amit tulajdonképpen a tervezők annak idején hát kiszámítottak. Ezt követően még kétszer kiírtuk a közbeszerzési pályázatokat, és mindig körülbelül kétszer nagyobb összegű hát a vállalkozási árat jelöltek meg a kivitelezők, mint amit mi elképzeltünk, illetve a tervezők. Hát most ott tartunk, hogy a negyedik van folyamatban. Én attól tartok, hogy ez ugyanúgy fog folytatódni, tehát mi kiírunk egy pályázatot, még ha ez feltételes is, tehát az a feltételes jellege, hogyha nagyobb összegű ajánlatok érkeznek, mint amennyi pénzt mi megjelöltünk, akkor a különbségre nekünk a kormány felé hát kérvényt kell benyújtanunk, és hát vagy megadják, vagy nem. Tehát a negyediknél is várhatóan lesz egy ilyen folyamat. Hát olyan mértékű áremelkedés van, az ennek az oka, hogy mindig elmarad a forrás biztosítása a kivitelezői ajánlatok mögött. És hát nem képes a rendszer ezt így rövid időn belül korrigálni. Meg hát legény legyen a talpán, aki most az inflációval tud számolni például. Mondom, az is sújtja az ilyen jellegű tervezéseket. Hát ez ugyanaz, tulajdonképpen ugyanaz, hogy egy olyan gyors áremelkedés van, hogy a pályázati rendszerek nem képesek ezt ilyen rövid időn belül követni. Hát van olyan kivitelező, például útépítések tekintetében, aki 5 napra tartja csak az árait. Tehát 5 napig érvényes az az ár, amit ő megadott. Na most hát ilyen körülmények között hogy lehet utakat tervezni? Hát mi egy nagy útépítési program előtt állunk, de hát az már régen nem igaz, amit mi terveztünk, mert ugye az 5 napos ár is jóval nagyobb, szinte kétszerese a tavalyi év decemberi árszintjéhez képest. Hát így tervezni szinte lehetetlen dolog. Hát próbáljuk persze ezt így valahogy összhangba hozni, de hát ez rendkívül nehéz.
valószínűleg csak úgy lehet, hogy valamelyiknél eltaláljuk, valamelyiknél nem, vagy valamelyiknél annyit ráteszünk, hogy ez biztosan elég lesz, de akkor viszont el kell hagyni egyéb más utaknak a felújítását vagy építését. Két nagy projekt van. Tud-e valamit mondani például a Városligeti tó környékének átalakítása? Tehát tervezett ütemben halad, illetve sikerül-e átadni mondjuk jövőre, ha nem is az egészet? Hát ugye a Városligeti tónál korábban is hangsúlyoztuk, hogy itt egy több éves folyamatról van szó. Tehát akik most arra gondolnak, hogy a Városligeti tónak a felújítása vagy átépítése, rehabilitációja befejeződött, hát azt sajnos ki kell ábrándítanom őket, a közepén vagyunk a folyamatnak, várhatóan ez év végén újra le kell engednünk a vizet. Ugye ez a munka, amit mi eddig elvégeztünk, hogy több mint 25 ezer köbméter iszapot termeltünk ki a tónak a medréből, és alakítottunk ki egy olyan területet, amit később majd rendezvény céljára fogunk használni, de a tónak a rendbetétele az nem egy éves folyamat. Most ez egy ilyen próbaidőszak, hogy a meder tartását próbáljuk meg a jelenlegi megoldásokkal biztosítani, de újra le kell engednünk majd az ősz folyamán, a késő ősz folyamán a vizet, akkor még egyéb munkálatokat el kell végezni a mederrel, illetve a rézsűvel, partszakasszal kapcsolatban, meg a szigettel kapcsolatban is, és aztán, tehát a jövő év, hát májusára bízunk ebben, addigra tudjuk talán befejezni magának a tónak a rendbetételét. De aztán jön a környékének a rendbetétele, ami egy másik pályázat keretében valósul meg. Erre vonatkozóan is benyújtottuk már az elképzelésünket, döntés még nem született, de ha ezt megkapjuk, akkor a tóval itt párhuzamosan a jövő év közepére, akkor a tó és környékének átépítése, rendezése, felújítása befejeződhet. Ebben egy új híd is benne van? Ugye terveztek új hidat is a tóra. Most igen, terveztünk egy új hidat, és árajánlatokat kértünk különböző kivitelező szervezetektől. Tehát az volt az elképzelésünk, ugye a tervezőkkel így indultunk a munkának, hogy ott mindent alumíniumból fogunk majd készíteni. Tehát a padokat, a kandelábereket, különböző olyan technikai eszközöket, személygyűjtőket, tehát minden alumínium lenne, egy szép alumínium park jöhetne létre, azonban az alumíniumnak ment fel a legjobban az ára itt az elmúlt időszakban, úgyhogy az első árajánlat, ami 45 millióra szólt egy hídra, hát az most már közel jár a 100 millióhoz. Úgyhogy valószínűleg ettől el kell szakadnunk, és alumínium hidat nem tudunk oda tenni, tehát egyelőre marad a régi fahíd, azt fogjuk majd kicsit felújítani, de azt gondolom, hogy az még évekig ott helyt tud adni annak a funkciónak, ami miatt létrehoztuk, úgyhogy ez ilyen felemásra tud majd sikeredni, de nem tudunk mit csinálni. Tehát 50 millió helyett 100 milliót nem tudunk egy hídra költeni. Meg tudnál mondani, hogy mikor lesz az első kapavágás a tornapataknál? Hát ez egy nehéz kérdés. Ugye a tornapatak az a KEHOK pályázat keretében valósul meg, és a KEHOK pályázatokat azokat nem írták ki. Éppen a Navracsics úr által vezetett bizottságnak, vagyis hát, ugye ő tárca nélküli miniszter, nem is bizottság, az egy személy. Tehát éppen az ő hatáskörébe tartozik, hogy ezt a megállapodást az Unióval megkösse. Ez az, amit ön a legutóbbi műsorban ilyen technikai kérdésként vetett föl. Valóban technikai jellegűnek tűnik a kérdés, de azért annál nagyobb. Tehát ellentétben a topokkal, a KEHOK-ra még nincsen megállapodás, és nem is írták ki még a pályázatokat. Most, hogy mi pályázhassunk, a mi terveink ugye már az elmúlt évben elkészültek, de azt nem fogadták el arra való felkiáltással, hogy több zöldet és több kéket kell a terven szerepeltetni. Tehát a zöld felületeket kell növelni, és a beton meg kő felületeket, azokat csökkenteni kell. Na most ennek a kívánalomnak egy új terv tud csak eleget tenni, de hát mi már erre a tornapatak előkészítésére már több mint 300 milliót fordítottuk, ugye ezt jeleztük az illetékes minisztériumnak, hogy mi erre nem tudunk többet saját forrásból áldozni, csak abban az esetben, ha erre valamilyen támogatást kapunk. Most erre történt
lépés és reagálás is a minisztérium részéről, hogy ezt megpróbálják biztosítani, de akkor még csak ott tartunk, hogy át kell tervezni, és lesz rá mondjuk egy fél évünk. Tehát a jövő év tavaszára mondjuk lesznek egy új terveink. És ha addig Navracsics úrnak sikerül az Unióval megkötni a KEU-val kapcsolatos alapszerződéseket, akkor majd kiírják a pályázatokat, ugye a jövő évben akkor pályázhatunk, és hát ha nyerünk, vagy nyerési helyzetbe kerülünk, ugye az várhatóan már 2024 lesz. Akkor ki kell írni majd egy kivitelezési közbeszerzést, ami minimum 3 hónap, de inkább 4, hiszen az Európai Uniós pályázat, tehát ott egy teljes körű nyílt pályázatot kell kiírni. Hát az szerintem az 2024 hát nyarának a végén, vagy korai ősszel tud realizálódni. Tehát konkrét kapavágást azt 2024 negyedéve előtt nem nagyon tudok elképzelni. Egy viszonylag kényes kérdésnek számít, bár ön azt hiszem helyén kezelve a dolgot, nem lát benne nagyon nagy veszélyt. Ez padrakút elszakadási kísérlete. Legutóbb a Csékuti baráti körnek a összejövetelén egy napon viszonylag természetesnek vette az ilyen jellegű felvetéseket, sőt mondta, hogy már nem is először fordult ez elő, de hát mindig kiderül, hogy ennek igazán nincs realitása. Most mit üzenne a padrakútiaknak, hogy merre felé gondolkodjanak? Hát nézze, mi abban vagyunk érdekeltek, hogy együtt maradjon a város. Meggyőződésem, hogy a padragi városrésznek is így van nagyobb esélye. Ott el is mondtam, hogy mi ilyen 6-700 milliót fordítunk fejlesztésre, hát a padragi lakosság számból kiindulva egy önállósodás esetén ők egy ilyen összeget nem tudnak felmutatni. Mondjuk érdemes összehasonlítani egy hasonló nagyságrendű településsel, hogy annak mennyi a fejlesztési előirányzata. Hát itt van a megyében például Csabrendek, ugye annak körülbelül 3000 a lakosság száma. A Csabrendeknek az éves fejlesztési előirányzata az nem éri el a 100 millió forintot. És hát meg most szép település persze Csabrendek, de hát azért egy Ajkához csatolt városrésznek szerintem azért szebbnek kell kinézni. Tehát azt gondolom, hogy Csabrendek példájából kiindulva a padragi esélyek azok nagyon, nagyon, nagyon csekélyek, nagyon irreális a szervezőknek az elképzelése, hogy majd itt a falu programból a padragi városrészt ezt meg lehet hát jelentősebben fejleszteni, de egy ilyen Csabrendek nagyságú település, aki ugye még 5000-nél kisebb, hát ő nyert a falu programban 3 millió forintot. 3 millió. Hát 3 millió forintból összehasonlítva mi 6-700 milliónkkal, ebből egyszerűen le lehet vezetni, hogy itt csak nőni fog az a különbség, amit érzékelni lehet. Azt mi sem tagadjuk, hogy a padragi város rész az lejjebb van, tehát hátrább van a város többi város részéhez képest. Azért is emeljük ilyen nagyságrendre a fejlesztéseket, és azért is folytatjuk annak a többek között 13 utcának a felújítását, amit majd most ősszel hát újra indítunk, vagy beindítunk, mert egy részét már elvégeztük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy aki a számok nyelvén ért, és tisztában van a jelenlegi magyar lehetőségekkel, ezt az illúziót azt azonnal jobb, ha elveti, és inkább abban gondolkodik, hogy a padragi városrészt hogy lehetne még jobban fejleszteni. Hát szükség lenne ott a egyéb szervezeteknek az ezirányú hát mozgolódására is, és nem abban az irányban, hogy másút, meg külön oldjuk meg, hanem abban az irányban, hogy közösen hogy lehetne ezt jobban megoldani. Én ott arra számítok, hogy ezt a lakosság ezt nem fogja megszavazni, ezt a kezdeményezést. Végére hagytam egy beugratós kérdést, lehet, hogy beugratós, lehet, hogy nem. Lesz-e évnyitó a kampuszon, az Ajka kampuszon szeptemberben? Hogyne. Tehát a kampusznak a tagozatvezetőjével egyébként ma délután találkozom, és ugye meghirdetésre kerül ott majd jó néhány szak, illetve felsőfokú szakképzésre jogot szerző lehetőség,
És hát ugye már februárban megkezdtük az emelt szintű matematikára való felkészítést, ugye annak nagyon nagy sikere volt, és azóta a gazdasági társaságokkal is tárgyaltunk, illetve a kampusznak a vezetősége figyelembe vette ezeket az elképzeléseket, úgyhogy lesz ott a névnyitó, és én azt gondolom, hogy talán sikerül egy nagyobbat tépni a felsőoktatás terén, és behozzuk azt a lemaradást, ami sajnos a város tekintetében ma még azért megvan. Hát reménykedjünk. Polgármester úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen, jó időtöltést kívánok. Köszönöm.